Mi van? Halló, mi van? Egyedül vagy? Jajaja, mert mi van? Hát Covid van. Mi? Gyere, gyorsan! Pupi megpróbálja 50 kilóval, hogy feláll vele. Fekvő helyzetből, kinyomott állapotba feláll vele. Na gyere, Pupi! Hadd lássuk! Na, a kifogások már jönnek, hogy jaj, kényelmetlen a... Na, állj fel vele! Na, most mi van? Várjál! Azt mondja, ezt még hogy azt hittem, hogy föl fog vele állni, figyeld! Anyád, és felállt vele. De nem volt kinyomva, te hülye, nem volt engedve. Ki van nyomva, állok, kész, elsőre, ezt elsőre megcsináltam. Hallod, nem volt kinyomva a kezedbe, te hülye. Hát nem arról volt szó, nyom ki és úgy, így. Csináld utána, ha bírod. Gyerek, Miki, meg lesz az, csináld utána. Ja, úgy állj fel, hogy te? Hopp, Pupi, bocsánat. Na, 170 kiló. Széria súly, gyerekek, széria. Mennyi gyomja bele, Pupi? 10. Na, ilyen keveset kérsz ma? Nincsenek meg igényeim. Gyerünk. Valsimán. Még egyet. Meg lesz szóval! 180. Egyet 180-ba. Jó, de akkor viszont oda, gyere, a mögém kell jönnöd. Megbeszéltük. Gyerünk, 180 kg? Jaja, 200 a cél, úgyhogy gyerünk! Ne fogkodj semmi kizébe, jó? Nem muszáj. Jó van, csak oda felkészülök, hogyha valami van. De gyerünk, akkor nem jövök oda. Abszolút. Gyerünk. Nyomj ki, meglátod, küzd meg vele! Most már. Jöjjön, 160-ban sok, vagy 70-ben sok volt az állam. Sötét vagy. Tényleg? Hú, de nagyon. Te vagy a sötét, Pupi. Hát tényleg full sötét, nézd meg. Ez az, szépen! Áj! Kibillentek. Hát, ezt most nem adtuk meg a másodikat. Nem, ez nem volt meg. Megy? Igen, neked menjen, ne nekem. Korrigálunk, ha sikerül, akkor elmegyünk a 130-ra is. Szép. Megyünk a 30-ra. Jött a 30. Na követ a 130 kiló, nagy ágyú! Hú, gyerekek! Ez már kraftos lesz. Na, gyerünk, Miki! Miki, kraftból nyom ki! Gyerünk szépen! Stabilan, uralad a súlyt! Nézd előre! Picikét ez már elbillentett erre-arra? Hát döntsétek el, megadjátok, vagy nem? Jó lett a színed viszont. Én azt mondom, hogy igazából... Ez nagyon bírófüggő most. Megadod? Figyelj, hogyha nagyon-nagyon hivatalosak, nagyon-nagyon szigorúak vagyunk, akkor nem. Akkor nem volt meg, hogyha... De jó, kicsit én csak, megadom, eljött van le. Akkor ezt meg lehet adni. Azért ilyeneket adnak meg, na. Azért láttam már, hogy ilyeneket megadtak. Én még egyszer elmegyek, mert én nem adom meg magamnak, gyerekek. Ez a beszéd. Nem adom meg! A második felvonás következik, 130 kiló. Mit mondasz, Pupi? Sikerülni fog? Aha. Szép. Tovább, ne hagyd ott! Ez a... Ó, gyönyörű. Hát ez mondjuk tényleg, ez... Nincsen nagyobb? Nincs, itt nincs. Hát akkor minden. Kéne, van 40-es egyébként, kéne. Meg kéne, hossz ki. Vassal azt is. Hossz ki. Meg kéne keresni. Ide mosolyogj! Még egyszer, ne tedd vissza! Még egyet! Nem tudom izélni már, az a baj. Elbasztam. De visszaengedtem szépen, láttad? Az igaz. Ez is nem. Már fél siker, gyerekek. Ezt még sosem sikerült fejfölé applikálnom, ezt a súlyt. Hát akkor eljött a pillanata.
rohadt szar, mert 110 kiló, nekem úgy fejfele nyomásban azt mondom, hogy ez bőven benne van maga az erőbe. Viszont az, hogy rajtad van egy ekkora tégla, rohadt zavaró. Nagyon zavaró, pupi! Hidd el, hogy nem könnyű. De ha könnyű lenne, akkor nem csinálnám. Akkor bárki itt lehetne, ugye, pupi? Pontosan. Na gyerünk, Miki! Na megpróbáljuk. Villancs egyet. Megpróbálom, pupi! Meg kell csinálni. Miki! Gyerünk! Na gyerünk, ne hagyd ott, ott van! Báj, nem, láttad? Láttam. Hú, ezt éreztem, hogy ez meglehetett volna, pupi. Ezt megcsinálom ma. Ez a beszéd. Ez mi ma? Most ezt meg fogom csinálni. Ez a beszéd. Gyiii! Úristen, mája már nincs Halloween. Szepül a bána. Csapalóra vált ez a dal. Mi van? Elkezdem, hogy rá kell raknom a fejedre. Na, képzeld el. Mehet! De ott van fönt 2 méter magasba a fejem. Mehet! Na gyerünk, azt mondod, hogy felbasszom a agyad. Akkor mégse hazudt? Na gyerünk! Ott van. Puppi! Így felbasszom, látod? Így! Hozta. Sajce! Most ment ki először. Köszönöm, Puppi, hogy felbasszom. Ismét egy rekord, mert ilyet nem nyomtam ki soha fejfelé. Figyeld, azért beépítettük ezt a gumilapot. Mondjuk ezzel nem kell nekem a Heavener, pupi. Pupi? Igen is. Hát a felhúzáshoz nem kell. 260! Hú. Gyerünk, Miki! Szépen! Ugorjon föl! Még egyet, tedd meg a hálót! Ez az, menjünk följebb! Menjünk följebb! Ez a beszél! Talán még rajtam a gépen, van egy videó, hogy milyen az, amikor elszakad egy ilyen heveder. Tudod, aztán nem raktam még vele. Húztam fel, ping! Úgyhogy... Ha megtaláltam ezt a videót, akkor most ezt látjátok, csak egy ilyen szösszenet. Ha meg nem, akkor is kivágom ezt a részt a francba. Én mondtam, hogy ne használd azt a szart. Én mondtam, hogy ne használd. Pupi! Pupi találkozása a Google állványal, második felvonás. 50 kiló. Nem rossz kell mondani, akkor azt tetszik jelen magam. Miért? Mit? 50 kiló? 50 kiló azért az 50? Valójában mi lehet? Nem becsüljük le a súlyt, Pupi. Semmilyen súlyt nem szabad lebecsülni. Nem, ezzel az állványal az első, nem? Mások videóban még nem volt állvány. Nem tudom. Na, állványal most először ugolunk. De nem állványal, hogy mondasz, bazd meg, rúddam. Segítségében. Na próbáljuk, Pupi, megyek vele, gyere. Na nézzük meg! Szabályos volt szerinted? Hát most így a... Kicsit mélyebben talán mehetne egy picit, egy hajszállal. Hát hallgatod a térdő. Hát igen, itt a gond. Az idő, hát a kor. Hop. De Reman Bass már megy a tért környéken. Nyomjál! Jó! Én szerintem javul. Hát azért javult, mert egyébként a törzsed az úgy viszonylag egyenes. Na, itt most azért belenyeklett egy picit. Igen? Aha. Én most pont arra próbáltam. Hogy maradjon, próbáld meg feszíteni végig a törzsed. Úgy, az nem baj, hogyha kicsit beleizél, csak azaz. Jó, van, menjünk feljön. Nézd. Jött a 3. 300-ra fölmegyek, Pupi, mit szólsz? Menjél, vagy tovább. 300-ra is tovább. Ez a beszél. Megkérdezett titeket, kedves nézők, hogy írjátok már le, hogy javult-e Pupinak a technikája, vagy nem. Na. Hú.
Még egyet, gyerünk! Még egyet! Az utolsó számít mindig a legtöbbet. Ezért én csak az utolsót szoktam általánosítani. Pupi, 300 kg van itt előttem, gyerekek. Abba 200 a pupi. Gyerünk! Jó! Simán. Ez az. Ez az. Szép. Hölgyeim és uraim! Fekete Miklós láttál? Mára nekem ennyi szerintem, többet nem húzok. Ennyi mára, pupi. Igen. Köszönjük szépen. Puk! És eltörlik. Na, hello. És akkor most alvó tutorial következik. 45 fokban hogy kell aludni szakszerűen? Menjünk neki. Kiropogtatja az izéket, a gerincet, meg a hátat. Meg végigkörgetem, és hallom, hogy tik-tik-tik-tik. Most mennyire ment éppen? 140. Csak. Mindig lebecsülsz, pupi, mindig így elvállom. Mert többet várok. Csak 140. Magasok, megállsz vagy. Magasok, az elvállás. Jó, hogy nem rúgsz belém egyébként, mert nem köpsz le az utcán. Komolyan, én annak örülök. Az már fél siker, Bibi. Gyerünk, Miki, sok a duma. Gyerünk! Benne vagyok? Hát egyenlőre. Pupi, veszel? Fejjel mondjuk már nincsen, de... Az nem fér be a 4K-ba már a tokám. Na gyerünk! Ellazáztam. Szépen! Megpróbálok hármat belerakni. Na gyerünk! Szépen hármat! Ide jó, Afi! Na gyerünk! Túl nagy a puci. Egy! Kettő! Három! Ó, látszott négy is! Na! Ott van! Hogy baszki! Szerintem föl sem tudom görgetni 165 kilót. Ez már jó, megmasszírozza a hátamon, tök jó. Miki! Gyere már! Ez a beszéd! Végre! Csináld! Most hangulatba osztanak, most már meg kell tudnod csinálni! Gyerünk! Görgess fel! Pupi! Ez a beszéd! Nyom ki! Nyom neki! Szép! 165! Jöjjön a 170! Hát most nem hiszem, hogy fog jönni, de jöhet majd legközelebb. Majd legközelebb jön! Jézusom, ha mindjárt 7 óra! Baszki, nem kell fokhoz élni, gyerekek! Hol a kamár? Baszki! Hát mindjárt! Hú! Miki! Mi van itt? Nem mentettünk, nem elvertem arra a biztosítékot. Miki!